És akkor köszöntjük a stúdióban Kádár Magort, aki egyetemi docens és kommunikációs szakember. Hát itt az imént láthattuk azt, hogy hogyan vélekednek a fiatalok a népszerű közösségi oldalról, és már is felmerül a kérdés, hogy mit tartunk személyesnek, amit megosztunk a közösségi oldalon. Jó napot kívánok! Jó kérdés, hogy mit gondolnak a fiatalok személyesnek, ugyanis ha megkérdezzük, hogy tesznek-e fel, vagy posztolnak személyes dolgokat, a válasz az, hogy nem, ők nagyon védik a magánéletüket. De valójában az, hogy felteszik azt, hogy ők merre járnak, kivel járnak, becsekkolnak az iskolában, becsekkolnak a kocsmában, becsekkolnak a vonaton, a vonatállomáson, elmondják, hol voltak nyaralni, kirándulni, kivel voltak kirándulni, ami még érdekesebb, kivel barátkoznak éppen komolyabban vagy kevésbé komolyan, ezek valójában már személyes jellegű információk, és ezeket pedig általában megosztják. Sőt, elsősorban ezeket osztják meg. Minek köszönhető az, hogy ennyire hirtelen és valójában ténylegesen minden korosztálynál elterjedt a közösségi oldalaknak a napi szintű használata? Az internet használat magával hozta ezt az online eltöltött időt, vagy az online eltöltött megjelenítésnek a kényszerét is, és most már nem csak arról szól az internet, hogy információkat keresgélek, hanem hozzá akarok járulni valahogy, és meg akarom mutatni saját magamat. Ez a megmutatás, ez egyébként jellemző az offline térben is, tehát természetesen ki akarok menni közösségben, ha kimegyek, akkor felöltözöm, hogyha meg kell jelenni valahol, akkor megnézem azt, hogy jelenek meg, kivel jelenek meg. Tehát igazából az, amit a valós világban el tudunk képzelni, azt megpróbáljuk leképezni a virtuális térben is. Na most torzulni fog egy kicsit, valószínűleg azért, mert nem tudjuk még jól használni, vagy nem tudjuk még elég jól kezelni, de nem mindig fedi a valós képünk, az offline kép, ez így mondjuk, azt az online képet, amit kialakítunk magunkról. Veszélyes egyébként az, hogy ennyi információt megosztunk magunkról? Egyébként úgy gondoljuk, hogy sokkal több az erre vonatkozó parázás vagy féltés, mint amennyi ennek a valóság alapja. A helyzet az, hogy aki nagyon sok információt oszt meg, vagy gyakran mondja azt, hogy hol van, arról nagyon jó profilkép készíthető. Látom például azt, hogy milyen fogyasztási szokásai vannak, milyen utazási szokásai vannak, milyen interakciókban vesz részt, és például nagyon jól lehet reklámkampányra használni, vagy megcélozni reklámokkal ezeket a személyeket. Tehát ilyenként egy kicsit jobban exponálja magát, vagy kicsit jobban kitett ezeknek akár reklámtámadásoknak is, de ugyanakkor azt is szoktuk mondani, hogy a magánélet megosztása az ugye pont annyira veszélyes, mint az offline-ban. Ha közlöm, hogy elmegyek egy hónapra szabadságra valahova, és a házban csak én lakom egyedül, akkor ez már is egy nagyon jó platform, vagy egy jó üzenet annak, aki esetleg meglátogatná a lakást a hiányomban. Nem leszünk egyre manipulálhatóbbak ezáltal, hogy egyre jobban ismernek minket? Tehát az egy dolog, hogy egyre több reklámmal bombáznak bennünket, de ennek ez a következő fokozata adott esetben, hogy manipuláció áldozatai lehetünk, és nem is tudunk róla. És személyre szabott reklámokat kapunk most már. A manipuláció mindenképpen megjelenik, vagy meg fog jelenni. Sokkal személyre szabottabb lesz most már a reklám. Már ha valaki megnézi a saját hírfolyama mellett megjelenő reklámokat, már ott lehet látni, hogy csak olyasmi, ami érdekelte, érdekli, amire már ráklikkelt, vagy rákattintott. Tehát igazából azt mondjuk, hogy ezek intelligens programok tanulnak a fogyasztói szokásokból, és azt szerint fogják majd a következő üzeneteket előhozni, vagy generálni. Tehát ilyenként én adom meg a lehetőségét annak, hogy kiszolgáltatott legyek, vagy hogy éppen, hát manipulált legyek, bár van, és jelzem, hogy a kelet-ázsiai társadalmak úgy gondolják, hogy ez egy szükséges dolog, van olyan elvárás, hogy igenis a reklám az nekem szóljon, és ne kelljen olyasmikat nézzek és lássak, ami engem nem érdekel. Tehát igenis a reklám tanuljon, és a szoftverek pedig legyenek intelligensek ilyen szempontból. Ugye számos közéleti személyiség, ahogy említettük, és politikusok is használják a közösségi oldalakat, mégpedig egy nyilvános platformon, ugye nem csak a személyes profiljuk létezik. Azokat ők maguk kezelik, vagy léteznek erre kommunikációs szakemberek, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak? Az elv az, hogy a politikus arculatépítését, vagy egy közszereplő arculatépítését azt szakemberekre kell bízni. Úgyhogy a honlapokat is, meg a Facebook profilokat is általában profik, szakemberek szokták kezelni. Na most van olyan politikus, akinek szétválik mondjuk a közszereplői, van ilyen közszereplő public profile-nak mondjuk ezt, egy ilyen közszereplői profilja, ami értelemszerűen a kampanyüzenetekről szól, megjelenik, hogy hol volt, mit csinált, tehát látszik azt, hogy ez egy politikai arculatépítés, vagy politikai kommunikáció, és erre használják. Van, aki a magánoldalát is rábízza szakikra, és van, aki nem. Na most a probléma akkor van, hogyha nem talál a két profil, és mondjuk látjuk azt a politikusnak a jellemén, vagy a stílusán, hogy hát, nagyon szép az online kép, amit magadról mutatsz, vagy mutatnak rólad, de valóságban azért te nem ilyen vagy.
Úgyhogy nagyon, nagyon csínyán kell ezzel bánni, vagy jól meg kell nézni, hogy ha a politikus posztol és saját maga kezeli az oldalát, ami tényleg dicséretes dolog, akkor mit mond el magáról, milyen gyakorisággal, igazából beleszólnak ebbe is egy kicsit az arculatépítők vagy a tanácsadók. Te, mint tanár, amikor posztolsz valamit a Facebookra, akkor arra is gondolsz, hogy ezt még esetleg fogja látni 60 vagy nem tudom 100-150 diák, és akkor ez mennyire befolyásol adott esetben abban, hogy hogyan használod a közösségi oldalt? Az egy nagyon fontos dolog, hogy mindenki legyen tudatában annak, hogy milyen közösséghez szól. Azáltal, hogy oktató vagyok és képzésekkel foglalkozom, ez azt jelenti, hogy a kapcsolatainak a nagy része az ilyen irányba megy. Tehát ez mintha egy megjelenítés volna felük, vagy egy üzenet volna feléjük. Lehet úgy használni a Facebookot, hogy hát elmondom magamról, amit gondolok, aztán akinek tetszik, követi, akinek nem, nem. A legtöbben úgy használják, és én is úgy használom, hogy megnézem azt, hogy a kimenő üzenet az igazából a közösség számára mit tud mondani. És van nagyon sok szakmai tartalom, a legtöbb a szakmai tartalom, van kevesebb személyes tartalom, de az is olyanként szakmai, hogy voltam egy konferencián, voltam egy előadáson, volt egy programban részt vettem a diákokkal, a kollégákkal, a bárkivel, amiről úgy hát tudhatnak. És nagyon kevés a személyes információ, ami kimondottan rólam vagy a magánéletemről szól. Én úgy gondolom, hogy védeni kell, vagy szükséges, hogy a családokat egy kicsit kihagyjuk ebből. Vannak kirándulásfotók, meg azért valaki nagyon utána keres, akkor természetesen láthatók, de nem ez az elsődleges. Inkább tanárként használom, inkább szakemberként használom. Számomra ez egy platform, ahol el tudok érni egyszerre több ezer embert, és látszik egyébként a visszajelzésekből is, hogy milyen anyagokra érkeznek pozitív visszajelzések, feedbackek, lájkok, és akkor értelemszerűen ez is alakítja egy kicsit azt, hogy én milyen irányba mozdulok el. Előfordul mostanában olyan, hogy a munkáltató leellenőrzi a leendő alkalmazottjának a Facebook profilját? Tehát mielőtt behívnám mondjuk állásinterjúra, kell erre figyelnie annak, aki jelentkezik egy munkára? Manapság egy munkáltató, ha nem ellenőrzi a Facebook profilt, akkor felületes. A Facebook az egy nyilvános csatorna, amit én elmondok a nagy nyilvánosság, a nagy közösség számára. Rosszabb, mint egy önéletrajz ilyen szempontból, mert az önéletrajzot megnézem, kinek küldöm el. A Facebook profil az, amit mindenki tud rólam, és értelemszerűen meg kell nézni. Mi is meg szoktuk nézni mester is felvételin, munkáltatók megnézik, egész szép profilokat lehet alkotni, vagy lehet profilingozni a Facebook profil alapján, csínyán venni. Tehát nem minden megjelentett információ hiteles, inkább a kommunikációnak a stílusát, a kontextusát, kikkel barátkozik, milyen anyagokat továbbít, vagy akar megosztani. Tehát igazából csak finom következtetéseket merünk levonni, de egyértelműen hozzátartozik valakinek a profiljához. Úgyhogy ezt mindenkinek tudomásul kell vennie. Nem lehet azt mondani, hogy bocs, de ez magánjellegű információ volt. Magánjellegű, amit feltöltöttél, amit a világhálóra, és megosztottál 5-10, vagy gyakorlatilag mind a valahány milliárd felhasználóval. Tudnám mondani néhány olyan dolgot, jó tanácsként a fiataloknak elsősorban, hogy mit ne posztoljanak a Facebookra? Vagy hogy hogyan ne tegyék ezt? Ez még egy jó kérdés, hogy milyen szempontból szeretnék arculatot építeni, de ebben a pillanatban már tudatos arculatépítési csatornának használom a Facebookot, tehát kicsit önéletrajzra kezd hasonlítani. Ami fontos az, hogy legyen hiteles, ezt keresünk mindig. Tehát ha látok egy diákot, aki felvételizik, hogy állásinterjúra megy, és csak komoly szakmai tartalmak vannak, akkor én nem látom, hogy ő hol él. Tehát neki legyen baráti társasága, neki legyen egy párkapcsolata, neki legyenek, hát ezek magánjellegű dolgok, de ettől lesz egy ember teljes. Tehát nem baj, ha ott van. Viszont ha kizárólag arról szól, hogy hű, megint volt egy buli, és az mekkora buli volt, és itt megint szétcsaptunk magunkat, és ezt látom mondjuk minden héten, akkor ez egy probléma. Az első ilyen nyilvános Facebook per az pont egy tanár kapcsán volt Amerikában, akit kizártak a tanári kollégiumból, ott úgy működik, mint nálunk az orvosi kollégium vagy az ügyvédi kamarák, kizártak a tanári kollégiumból, mert részeg fotói voltak, tehát igazából azzal büszkélkedett, hogy hű, mennyire sikerült berögünk egy buliba. És a per innen indult, hogy akkor most ez jogos vagy nem jogos, ez a kicsapás vagy ez a felfüggesztés, jobb ezt megelőzni. Úgyhogy szeretném látni azt, hogy ő mivel foglalkozik, mi az érdeklődési területe, szeretném látni azt, hogy ő például milyen online kurzusokon vesz részt, mert ezt lehet jelezni, szeretném látni azt, hogy neki milyen szakmai körökbe van bejárása, ezek mind fontosak, és olyan háttérinformációkat adnak, amire esetleg egy interjún rá tudok már kérdezni. Lehet Facebook nélkül élni a mai világban? Hát lehet, de megéri. Igazából lehet, azt szokták mondani a Facebookolók, hogy aki nincs online, az nem is létezik. Na most van olyan sport, vagy megteszik a sokan, hogy nincsen egy Facebook profiljuk, ők adott pillanatban elmaradnak egy önmegjelenítési lehetőségtől.
Úgyhogy ebből a szempontból érdemes meggondolni. Lehet, hogy egy profilt visszafogottan kell használnom. Vagy lehet, hogy nem Facebook profilt kell létrehozzak, hanem egy LinkedIn profilt, amely egy szakmai profil. És ott az, hogy milyen képzésem van, miket tanultam, milyen projektekbe vettem részt, kik vannak a szakmai körömben, milyen kompetenciákat ismer el nekem a közösség. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nem én mondom, hogy jó vagyok projektmenedzsmentből, hanem nagyon sok ember igazolja azt azon a platformon, hogy én jó vagyok. És akkor ránézek arra nagyon sok ember, hogy ők kik. És ha mindenki az évfolyamtárs az egyetemről, akkor világos, hogy ez meg van bundázva. De hogyha ezek szakmabeliek és ezek funkcióban levő személyek, akkor egy nagyon erős hitelességet biztosítanak ennek a személynek, és ilyenként ez egy bónusz. Úgyhogy a szakmai profilnál azt fogom mondani, hogy inkább akkor tessék átmenni LinkedIn-re, a Facebookot pedig hát csínyán, vagy csak megfontol, vagy milyen tartalmat teszek fel, mit érnitek meg, és mi az, amit ott hagyok hosszú távon is. Kádár Magor kommunikációs szakembernek köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt.